Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket. A mai napon a gyülekezetünk növekedéséért fogunk imádkozni. Az első korintusi levél 3. fejezetéből szeretnék pár igeverset olvasni. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Hiszem, hogy mindannyian nagyon vágyunk arra, hogy egyénenként is a gyülekezetben, de közösségi szinten is tudjunk növekedni és előre menni, Istennek dicsőséget hozni. Ez úgy tud jól működni, hogyha a különböző szolgálati ágak, különböző szolgálatok és testvérek együttműködésben, egységben tudunk együttműködni. Imádkozzunk ma azért, hogy a gyülekezetünk minden területe, minden szolgálati része tudjon növekedni, előre menni, szeretetben és egységben összefogni, és ezzel dicsőséget hozni az Istennek.